Áldás végesség Isten hozott mindenkit, kérem emelkedjünk föl a helyünkről. Vigasztaljon meg engem szereteted, ahogyan megígérted szolgádnak, Uram. Kegyelem, irgalom, megbékélés, hitre jutás, szív fájdalmának a begyógyítása. Jöjjön a Szent Háromság egy örök igaz Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek. Amen. 90. Zsoltárt énekeljük, első versét fennállva. Te benned bíztunk elejétől fogva. Foglaljuk el helyünket. Kedves emlékezők, kedves barátaim! Szeretettel, tisztelettel és igaz magyarsággal köszöntöm mindazokat, akik ezen a szomorú emlék alkalmon egybegyülekeztek az úrházába. Százesztendő történetét, százesztendő fájdalmát és szomorúságát igyekszünk összefoglalni, de majd hallani fogják az ige alapján mindezt méltósággal, hittel és nagy reménységgel fogjuk megtenni. Köszöntöm körünkben a rendező, szervező Dériné Művelődési Központ igazgatója, valamint munkatársai és a Református Egyházközség vezetősége nevében miniszter urat, kedves családtagját, képviselő urat, városunk alpolgármestereit, jegyzőjét, a járási hivatal vezetőjét, a képviselőket, intézmény vezetőket, és engedjék meg, hogy Dobos László polgármester úr köszöntését is így adjam át, hiszen ő lélekben van velünk, és ő is, mint ahogyan sokan majd a televízió képernyőjén keresztül fogják ezt a mostani alkalmat végigkövetni. Legyen velünk a minden kegyelem Istene. Azt szeretném még elmondani, hogy az ige hirdetés, illetve a rövid liturgia után alkalmunkat folytatni fogjuk a templom előtti téren, úgyhogy kérek mindenkit, hogy végig maradjunk együtt. Most pedig hallgassuk meg azt az alapígét, ami szerint
Szeretnék most emlékező ige hirdetést, prédikációt elmondani. Velem együtt lehet olvasni. Róma beliekhez írott levél, 15. fejezet, 13. vers. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Emlékező gyülekezet, kedves barátaim! Temetni jöttem, nem dicsérni. Ezt a mondatot Shakespeare adta Antonius tábornok szájába, amikor Julius Caesar temetésén lehetőséget kapott szólni. Hát én és mi dicsérni jöttünk és nem temetni. Ez az első, amit a szívükre helyezek. Bármennyire is szeretnék, fájó módon még Magyarországon születettek között is, inkább az elsőt hallani, hogy tudnélik, a Trianonban meggyalázott Magyarországot temetni kellene és nem dicsérni. Jól fogalmazta meg a korábbi generációk hasonlóan gondolkodó embereinek a látásmódját Márai Sándor, aki ugyanezzel a szellemiséggel találkozott 56 és azt megelőző időszakban, őt idézem Magyarországról. Miért nem pusztult ki, ahogy kérték? Miért nem várta csendben a végét? Szóval mi nem temetni jöttünk. Majd hallják, dicsérni is tudunk. Az eheti abszurd mondatok sorát messze egy külföldi elemző gondolata überelte, és vitte el a pálmát. A következőt mondta: nem érti a magyarok szomorúságát, hiszen szerinte Trianonban nyertük el a függetlenségünket a Habsburgoktól. Ha mi józanok lennénk, akkor örömünnep lenne június 4-e. Ez az eheti abszurd győztese. Ez annyira buta mondat volt a részéről, mintha valakinek, akinek először levágják a kezeit, levágják utána a lábait, azt javasolnák, hogy na most akkor tessék tapsolni és táncolni örömében. 100 év időtávlat, és lehet tapasztalni, hogy a trianoni lelkület nem változik. 100 év elteltével a trianoni lelkület itt van közöttünk. Mert kedves barátaim, vannak közöttünk történészek, vannak közöttünk politikusok, vannak közöttünk nagy gondolkodók. Engedjék meg, hogy az ő gondolatukat, gondolatvilágukat, de mindannyiunk gondolatvilágát egy kicsit átmossam egy új gondolattal. A magam nem felfedezésével, hanem a magam meggyőződésével. Hogy tudnélik, Trianont a lélek okozta. Még egyszer mondom, a Trianon lelkület kérdése. A trianoni béke tehát nem politika, nem gazdasági, nem történelmi eseményeknek a következménye, hanem elsőrenden a lélek dolgainak az eredménye. A trianoni békediktátum tehát elsőrenden lelki termék, a lélek termése.
pontosabban a gonosz lélek termése. Mert ha ezt megértjük, akkor rögtön tudjuk, hogy a Trianon eredményét, válságát, a trianoni fájdalmat és gyászt ugyanúgy nem, csupán a politika, a gazdaság és a szellemvilág fogja megoldani és feloldani. Mert a Trianon lelki kérdés, lelkület kérdése. Kicsit közelebb hozom. Tudjátok, miért jött létre a Trianon? A gonosz lélek miatt. A magyar királyságra befogadott népek lelkületének, a gyűlölködésnek, a hálátlanságnak, az irítségnek a lelkülete volt, ami oda vezetett, hogy lett végül Trianon. Ez az egyik oka, a másik ok pedig a befogadó magyarság gőgjének, nem törődömségének és az érzéketlenségének, a lelkületének az eredménye. A Trianon, ami 100 évvel ezelőtt történt, az a gonosz lelkek és a gonosz lelkület együttes munkálkodásának lett végül politikai, gazdasági és történelmi eseményé formálódott alakzatban a megnyilatkozása. Tehát a Trianon az lelkület. Van ilyen, hogy trianoni lelkület. Ahogyan van bűnös lélek, úgy van trianoni lélek. Ez egy típus. Nem csak azokra gondolok, mert ma is van trianoni lélek, akik jól meg vannak fizetve, és hogy még több pénzük legyen bizonyos köröktől, fennhangon kigúnyolják a mi trianon fájdalmunkat. Ezek a hangos percemberkék, ezek a megmondó emberek, ezek politikai meg gazdasági haszonszerzésért teszik. És ráadásul jól beazonosíthatók, egyértelműen tudjuk, kikről van szó. De a trianoni lelkület az sokkal szélesebb ám, és sokkal általánosabb. Tudjátok, hogy a trianoni lelkület 100 év elteltével is itt van közöttünk? Hallani lehet? Megnyilatkozását olvasni lehet? Lehet érezni? Én érzem az illatát, pontosabban a szagát a trianoni lelkületnek. Mert a trianoni lelkület az, amikor azt mondja valaki egy erdélyire, hogy román. Azt mondja egy felvidékire, hogy szlovák. Vagy oda szúr, oda csíp egyet a délvidékinek, hogy te hol tanultál meg ilyen jól magyarul. Ugye ismerős? Ezért mondom, hogy a Trianon az nem egy történelmi esemény, hanem egy lelkület. És a trianoni lelkület él, tehát nekünk a trianonnal foglalkozni kell. Ezt üzenjük azoknak, akik azt mondják, hogy felejtsük már el a trianont. Hát felejtsétek el ti is a trianoni lelkületet. Egyezzünk meg. Ti ne legyetek trianoniak. Ne legyetek önzők, ne legyetek gúnyosak, ne legyetek gyűlölködők. Ne utáljátok a magatok történelmét, a magatok népét, nemzetét, vagy a titeket befogadókat. Ne utáljátok, és ha már nem lesz trianoni lelkületetek, akkor nem kell nekünk se a trianont újra és újra védeni, a trianoni megemlékezést. A trianon lélekkérdés. A trianoni béke diktátum mögött a sátán van. A sátáni lélek, a gonoszság lelke, az igazságtalanság lelke. Éppen ezért csak egy módon lehet győzni Trianon fölött. Egy módszer van, barátaim. Hogyha a trianoni lelket,
a gonoszság lelkét, a meghasonlás lelkét, az önzés lelkét, a magyarságot tagadó lelkületet, a történelmet tagadó lelket. Egy az egyben fölváltjuk egy másik lélekkel. Lélek cserére van szükség. Az fogja meggyógyítani a trianoni sebeket. Eddig is a 100 év alatt azért tudtunk megmaradni, és azért tudunk még mindig fájó szívvel gondolni a trianoni lélek rosszaságára és ártalmára és ártására, mert van bennünk, és nem engedtük el. 100 év alatt a magyar ember nem engedte el, megpróbálták kisöpörni, megpróbálták kitagadni, de mégis megőriztük a másik lelket, a szent lelkes lelket, a hit lelkét. Mert a gonoszság ellen mindig csak az Isten képes győzni. Erről szól a kereszténységünk. Arról, hogy hiába ültort időről időre a gonosz, hiába látszik úgy, hogy pillanatnyilag a sátánnak van eredmény, van győzelem, a végső diadal nem az övé. És ezt csak az Isten lelke képes megtenni. Ezért olvastátok velem együtt, még egyszer látjuk azt a biztatást, hogy a Szentlélek töltsön be bennünket. A trianoni lelkülettel egyedül a szent lelkes hit képes harcolni. Mert azt olvassuk a szent lelkes hitről, hogy tele van reménységgel, teljes a hitbeli öröme és a békessége. Ezt megmagyarázom. Erre van szükség tehát, még egyszer mondom, a trianoni lelkülettel szemben. Azért, hogy egyszer s mindenkorra legyőzzük a trianont. A trianon vesztése, veresége ebben van. Mert kedves barátaim, hogyha valakiben az Isten lelke van, akkor teljes és bővölködik a reménységben. Tudjátok, mikor fogjuk végleg elveszíteni az elcsatolt területeket? Amikor már nem hiányzik. És akkor és addig a miénk lesz, ameddig hiszünk abban, hogy az Isten igazsága nem siet, de nem is késik. Akkor az Isten majd megállt bennünket, és egyszer még lehet a miénk. De amint lemondunk róla, onnantól kezdve csak veszteség. De mi be vagyunk töltve szent lelkes reménységgel. Mi hiszünk az Istenben, mert az Istenbe vetett reménység soha nem szégyenít meg, erről szól a Biblia. Persze, mások a léptékek, mert neki az Istennek 1000 esztendő, annyi, mint nekünk egy nap elmúlása. De a reménység soha nem szégyenít meg, és ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Itt vagyunk 1100 évnél hosszabb ideje. Senki nem fogadott volna ránk. Senki. Ha lett volna annak idején, Árpádék idejében fogadó iroda, mi kaptuk volna a legkevesebb occot. Ezeknek se rokonuk, se ismerősük, se boldogősük, hát ezeknek végük lesz. És itt vagyunk. A reménység nem szégyenít meg. És ha az Istenben bízol, akkor a reménységed megtart, győzelemre fordul. De amúgy is, kedves barátaim, ki másban reménykednél? Ki másban tudna a magyar reménykedni? Hát az elmúlt 100 év miről győzött meg? Van valaki körülöttünk, bármely más nemzet, akiben nekünk reménykedni kellene? Hát a 100 év pont arról tesz bizonyságot, hogy csak a jó Istenben és csak magunkban bízhatunk. Ennyi.
ez a Szentlélekkel való betöltekezés és a Szentlélekben való reménység az, ami megtarthat bennünket. Megtarthat mindenkit határon belül és túl. És megadhatja számunkra a reményt, hogy egyszer a gazság elé oda kerül az I. És lesz újra igazság. A második pedig a szentlelkes hit megtanít örülni. Félreértés ne essék, nem arról beszélek, hogy nekünk örülni kellene bárminek is, ami Trianonnal kapcsolatos. De hogy ne legyünk hálátlanok, mert az eredeti szövegben az öröm egyenlő hála. Arra oda kell figyelni. Mert nekünk hálásnak kell lenni azért, hogy még van magyarság a határon túl. Hogy is mondtam a legelején, dicsérni jöttünk, nem temetni. Ha van kit megdicsérni most, az a nehéz magyarságban, mert zárójel mi könnyű magyarságban vagyunk, zárójel bezárva, a nehéz magyarságban élő testvéreink álhatatossága, hite, bátorsága, és a 100 év óta van, megköszönted már nekik, hálát adtál már, értük az Istennek, mert ha ők föladják, akkor küzdhetünk itt, emlékezhetünk itt. A szent lelkes hit nem feledékeny. Képes megköszönni azokat a generációs küzdelmeket, amik miatt még van magyar szó Erdélyben, Kárpátalján, Délvidéken, van Szlovéniában is, és van Felvidéken, sőt, még azért Burgerlandban is. Dicsérjük őket. És dicsérjük meg azokat az itthoniakat, azokat az anyaországiakat, politikusokat, gazdasági vezetőket, azokat a kultúrában, hitéletben tevékenykedőket, akik nem önző módon a sajátuk és a saját életük és a saját kényelmükért dolgoznak, hanem bevállalják a konfrontációt azért, hogy a kintieknek jobb legyen, több legyen. A szentlelkes hit nem felejti el a 100 év küzdelmét, mert ha elfelejtjük, akkor nem lesz értelme küzdeniük. Akkor arra biztatjuk őket, hogy csak adják föl nyugodtan. Mert nekünk az nem számít. 2004. december 5. Tudjátok, mit jelentett? Mit próbálkoztok? A magyar történelem szégyennapja a magyar történelemé. Nem csak azt mondom, hogy a 21. század, a magyar történelem szégyennapja 2004. december 5. Mert azt üzentük, hogy nem kelletek. Olyan jó, hogy azóta mást is hallanak. Hát dicsérjük őket. Dicsérjük azokat, akik a magyar lélekkel, a magyar lelkekért dolgoznak. És békességre van szükségünk. Ez nem olyan békesség, amit szeretnének, hogy belenyugvunk, és megbékélünk a Trianonnal, hogy olyan nemzetek, amelyek a mi energiaforrásainkra rácsatlakozva megerősödhettek, azok teleszülve azokat a területeket, és ezt figyeljünk oda, fontos információ, teleszülve, belakva, azokat a területeket végül felébe kerekedtek a sok szenvedést, sok háborúságot, sok véráldozatot elszenvedő magyarságon, nem vagyunk hajlandók ebbe csak úgy belenyugodni. De a szentlelkes békesség az az, amit így fogalmazok meg magamnak, a sas nem kapkodva legyek után. Bennünket, magyarokat, tekintettel arra, hogy az igazság, a történelmi igazság a miénk,
az erkölcsi igazságod miénk, ezért bennünket senki, semmilyen izmus, semmilyen irányzat nem csuklóztathat. Mellettünk, itt van bent, bennünk van az isteni igazság, az isteni igazság érzet, az isteni igazságosságba vetett szent bizodalom. Ezért bennünk szent békesség van, és nem lehet bennünket provokálni. Haladunk előre, imádkozunk továbbra is, kitesszük a zászlókat, átmegyünk Erdélyországba, és büszkén vállaljuk a magyar beszédünket, ahogyan Felvidéken is magyarul kérjük a kávét, aztán vagy kapunk, vagy nem. De akkor is magyarok vagyunk. És ha engem megkérdez valaki a határon, tört magyarsággal, hogy hova tetszel menni, akkor nem próbálom neki inglisül elmondani, hogy közös nyelvünk legyen. Elmondom magyarul. Mert bennem szent békesség van. Nekem nincs mit szégyelni. Nekem nincs miért idegeskedni. Szóval, kedves barátaim, talán ezek után értitek, hogy én nem vagyok hajlandó temetni, hanem inkább dicsérni. Ezért van az, hogy számomra azok a mécsesek, azok nem a gyász mécsesei, hanem az igazság világosságára mutatnak. És számomra azok a harangok, amelyek nem sokára majd föl fognak csendülni, azok a harangok nem elsiratják a holtat, hanem harcba hívják az élőt. Mert dicsérni jöttem, nem temetni. Adja a minden kegyelem Istenem, hogy minden magyar szívét, minden Magyarországon élő szívét is, a reménység Istene töltse be a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjünk a reménységben a Szentlélek ereje által, hogy végül ne a Trianon győzzön, hanem a mi nemzetünk győzzön a Trianonon. Ámen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, elismertük, hogy ezer esztendő előtted annyi, mint nekünk egy nap múlása. Azt is elismerjük, hogy száz esztendő léptéke csak egy pillanat a te számodra. Nekünk azonban száz esztendő nagy idő, száz év fájdalom, szégyen pedig még nagyobb. Ezért gondolj ránk kegyelmesen, adj megváltást ebből a fájdalomból, adj nekünk győzelmet a vereségből. Hiszen te azt üzented, akik téged szeretnek, minden javukra szolgál. Urunk, benned bízunk, nem is bízhatunk másban. Szeretnénk tehát belekapaszkodni a te igazságodba, ami nem késik és nem is múlik. Istenünk, óvd meg a mi nemzet testvéreinket határokon túl is. Adj nekik erőt, egészséget, hitet, álhatatosságot, hogy küzdjenek tovább nemzetünkért, a nehéz magyarságban is. Gyarapítsd őket sok-sok szép gyermekkel, mert a következő nemzedék nélkül a Trianon fog győzni. Urunk, áld meg a mi anyaországi magyarságunkat. Cselekedd meg, hogy a nemzeti összetartozás napján se a nemzeti, se az összetartozás szavak itt Magyarországon ne legyenek senkinek idegenek, üresek. Segíts meg minket abban, hogy megadjuk nemzetünknek és határon túl élő nemzet testvéreinknek, amire a leginkább szükségük van, szeretetünket. Taníts bennünket igazán szeretni őket. Ehhez add nekünk a te szereteted lelkét, ami a legfőbb gyógyír tud lenni a trianoni lelkületre. Krisztusért, a mi Úrunkért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Fölemelkedve helyünkről, az Úr Jézus imádságát mondjuk el,
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Énekeljük el a szózatot. Istennek békessége, mely minden ember értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, a mi egész életünket, nemzetünk életét, a Krisztus Jézusban. Amen. Kedves barátaim, orgona szó, orgona zene meghallása idején elindulunk ki a templomból, és majd a harangozást fogjuk együtt még végig hallgatni.